Egy horvátországi nyaralás lehetőségeit mutatja be ez az interneten felelhető imásfilm. Ide június 12-től mindenféle korlátozás nélkül utazhatnak a magyarok, és visszafele sincs semmiféle szabály, amit be kellene tartani. Ahogy mindenféle korlátozás nélkül utazhatnak egymás országainak területeire, a magyar, a szlovén, a szlovák, osztrák, a cseh állampolgárok. Nem kell ezentúl sem negatív koronavírus teszt, és karanténba se kell vonulni az Ausztriába, Csehországba és Szlovákiába történő utazás, valamint ezen országokból történő hazatérés esetén. Sokan vártak a korlátozások feloldására, éppen ezért utolsó pillanatra hagyták a nyaralás eldöntését, a szállás lefoglalását. Megyünk. Hova mennek? Horvátországba. Reményeim szerint Szlovénia és Horvátország. Eleve oda szerettél volna menni? Igen. És kivártam az időt, amíg el lehet menni. Nagyon gondolkodtam azon, hogy lemondjuk el, de szerintem el fogunk indulni, mert ez június követő, talán július közepétől van helyünk. Mennyi időre mentek? Másfél-két hét, talán. Van, aki még nem döntötte el, hogy egyáltalán elutazik-e valahova idén. Ha igen, akkor csak is belföld jöhet szóba. Balaton-Velencei tó. Többen egyáltalán nem terveznek nyaralást az idén. Sehova. Most meg pláne sehova. Hogy? A vírus miatt? De amúgy sem. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége arra számít, hogy 2020 egészen rendkívüli év lesz utazási szempontból. Egyelőre nem látják, hogy mekkora kieséssel jár majd a koronavírus járvány miatti 3 hónapos leállás. Azt látják, hogy újra elkezdtek működni az irodák, munka is akad a korlátozások feloldásával. Megkezdődtek a foglalások a belföldi és külföldi utakra. Az utószezon az erősebb lesz, mint az elmúlt időszakokban. Hiszen vannak olyan országok, legyen szó akár tengerpartról, vagy tengerpartokról, akár kulturális körutazásokról, amik ősszel is már időjárási szempontból is látogathatóak. A hazai utazásszervezők heti 80 charterjáratot indítottak a válság előtt külföldi országokba. Július elejével 20-at terveznek indítani.